Sziasztok, srácok! Elsír addig a kezem. Hát, a srácok kicsit lemaradtak. Nem megyünk Veszprémbe mákizni. Sziasztok, srácok, Nani vagyok, és ma vlogolni fogok, ugyanis lemegyünk a Balaton Bobhoz, és arra gondoltam, hogy megmutattam nektek ezt a napomat, mert végre kimozdulok. A srácok nem akarnak szerepelni a videóban, szóval őket nem fogjátok látni. Ez igen, tipikus bélyed. Na most indulok, hány óra van? 11. Jó, fél 11 van, és bementünk cipőt venni. Most elindulunk, aztán meg meglátjuk. Amúgy remélem, hogy nem fog esni az eső, mert elég rossz időt mondottam, hogy... Ide értünk. És oda? Ja, jó. És amúgy fogalmunk is, hogy hova kell jönni, és elvileg csak annyit kell mondanom, hogy én vagyok a Nadin, és hogy együttműködésre jöttem. Ezt mondtam, hogy itt biztos, hogy van valami kajál, de meg mosdó is. Húha. Ilyen cipőt vettem úgy. Záró van. Pop-pop, mi van? Nekünk kuszt is kinyitják. Hova kell amúgy jönni? Ah, van szekrény. Most kezdtük el intézni a jegyeket. Bocsánat, nem lesz benne senki. És most fogunk menni, de viszont a kamerámat nem viszem, mert tudja, hogy elhagynám vagy valami. Úgyhogy megyünk pár kört, aztán pedig jelentkezem. Na, az a helyzet, hogy már itt vagyunk és megyünk, de nem hoztam fel a kamerámat, csak a telefonomat, de úgy gondoltam, hogy levideózom nektek, hogy mi is ez az egész. Szóval, amúgy nagyon király a hely, látjátok, full zöld minden, és nagyon aranyosak amúgy a, hát itt az ilyen emberkék, tudjátok, nem tudom, hogy szokták ezt mondani. És... ja, kíváncsi leszek rá, hogy... igen. Jó. Oxi. Elsír addig a kezem. Amúgy 12-t fogunk menni, már mint hogy együtt hárman, úgyhogy még van talán mindegyikünknek kettő. És... de amúgy ezeken a helyeken meg nem is mentünk, vagy... kettő pálya van. Igen, mert nézzétek, itt az előbb nem mentünk. Vagy igen? Nem. Van hangulat. Most elvileg amúgy nem lesz előttem senki. Szétnyomjuk, srácok. Csak az a baj, hogy egy kézzel kicsit rémisztem, mert félek, hogy elrejtem a telefonom, de most megpróbálom végig az egészet levideózni nektek. De amúgy erre... aha, mert hogy ez elmegy arra. Na jó. Hát, a srácok kicsit lemaradtak. Ja, hoppá. Fogalmam sincs, hogy ó, ott már jönnek. Jaj. Mi csoda?
Ja, jó, oké. Nekem tűnik úgy, mert tényleg ezzel még a sinókra egy csinókra. Nem tudom, de minden lesz a sinókra. Amúgy tök szép. Van valakinél 200-as? A kocsiban, hogy nem. Ja. Kocsiban van egy csomó. Mert kell bele 200-as, azért nem látsz semmit. Na, még van talán egy köre mindenkinek, és most ide feljöttünk. És amúgy nagyon szép a kilátás. Úgyhogy igazából még lehet, hogy megyünk egy kört, meg csinálunk egy-két képet Instára. És ennyi. Eljöttünk játszóterezni, mert a srácok eljöttek játszóterezni, vagyis hogy el akartak jönni, és ilyen 8 év a korhatár, és ilyen 20 éveseként itt játszanak már, szerintem egy fél órája biztosan. És tök jól szórakoznak amúgy. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Veszprémbe mákizni, úgyhogy most elmegyünk oda, és amúgy olyan 1 óra körül lehet, vagy ja, valahogy úgy van. Szóval még oda elszállunk, aztán pedig megyünk haza. És amúgy tök jó volt, csak mehetett volna gyorsabban az a kis bob, de amúgy nem volt rossz, úgyhogy próbáljátok ki, megnézzétek meg. Amúgy a Balatonbobnak pedig az Instagram elérhetősége lent a leírásban, úgyhogy csakoljátok le, aztán most megyünk kajálni. Már igazából rég itt vagyunk Pesten, és nem is tudom, hol jelentkeztem be utoljára, de igazából akadt még egy-két dolgunk, és nem akartam nagyon videózni. Úgyhogy most még eljöttünk egyik haverunkhoz, és itt összegyűlünk egy páron, aztán hát igazából csak úgy leszünk. Hello! Igen, itt vagyunk elvileg. Ne nyomd a csengőt, nem az enyém. Halló? Igen. Itt vagytok? Elvileg itt vagyunk. Akkor megyek, bocsit. Jó, oké. Pusza. Szia, szia. Úgyhogy most bemegyünk, és valószínűleg csak este fogok már vlogolni, nem hiszem, hogy nagyon videózni fogok, de majd meglátjuk. Úgyhogy majd jelentkezem még. Már másnap van, és tegnap amúgy nem értünk haza olyan későn, olyan 11-10 körül már itthon voltam szerintem. Én nem? De, olyan, valahogy így értem haza, de nagyon fáradtak voltunk már, úgyhogy nem is videóztam, meg körülbelül hazaértem, elmentem zuhanyozni, kajáltam, és már így aludtam is, nem bírtam túl sokáig. Tehát igazából ennyi lett volna ez a kis vlog, úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, remélem tetszett nektek ez a kis videó, a következő videóban találkozunk, addig is puszi a pocitokra, és sziasztok!